Ismét egy motorhangoktól dübörgő, füstös és lóerőkben gazdag hétvégétől volt hangos városunk határa. Ezúttal a Fogtői Crosspályán pezsdült fel az élet, ugyanis itt rendezték meg a Motocross Magyar Bajnokság aktuális fordulóját. Versenyzőkből és nézőkből is akadtak szép számmal a kemény csatákkal tüzdelt eseményen. A versenyzők azok egyre jobban ismerik ezt a pályát, tehát évről évre egyre jobban be van nekik építve a tudatukba, hogy a Fogtői pálya az egy elég rangos helyszín most már, mióta magyar bajnokságokat tartunk. Most is népes versenyzői gárda érkezett a cross pályára, hiszen a gyermekektől a hölgyeken át az amatőrökön keresztül az első osztályú profi sportolóig tucatnyi kategóriában rajthoz állhattak a jelentkezők. A csapatunk, a HTS Team, a Magyarország vezető csapata, nyugodtan elmondhatjuk, és nagyon büszkék vagyunk rá, és tulajdonképpen az élsport meghatározó személyeivel értünk ide a mai versenyre. A MX Open kategóriát Hugyec Erik vezeti pontegyenlőséggel Kovács Ádámmal. Erik itt van velünk, Ádám sajnos nincsen itt közöttünk. Az MX2-es kategóriában pedig szintén az élversenyzőink vannak, és gyakorlatilag megjelentünk szinte a teljes csapattal, csak az hiányzik, aki betegsége miatt távol van. A profi csapatok mellett sok lelkes amatőr versenyzővel találkoztunk, akiket a jó hangulat, a baráti társaság és a motorok iránti lelkesedés hajt a Fogtőihez hasonló rendezvényekre. A rendezőknek köszönhetően szerintem egy nagyon jól szervezett verseny, azért nagyon jó hangulatba telik, és általában minden motorverseny jó társasággal érkezünk, és akkor egy kicsit családias hangulatban szuper minden. Tehát igazából nagyon jól érezzük magunkat. A teljes élmény és eredmény beszámolót a szeptember 24-ei Sipszó után című sportmagazinunkban láthatják.